Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. Asztrológia nélkül ez 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom a bolygók állását, összehasonlítom a horoszkópotokat, és kitérek részletesen a szerelmi élet területére. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható a kígyó. Ennek a kártyának nagyon sok jelentése van. Jelentheti a megújulásokat, a változásokat, hogy változik valami az ő terveit illetően, és akkor ez a kígyó jelenthet egy mellékutat is. A kígyó utal a gyógyító erőre, sőt, az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik ez a munkája. Vagy jelenthet egy hölgyet, ez lehet az anyukája, lehet a testvére, lehet egy kolléganő, vagy főnöknő, vagy a volt társnője. Tehát valaki itt van a környezetében, és megvannak itt a gondolatok, a tervek. A második kérdés úgy hangzott, hogyan érzi magát. Itt a képen ez olyan, mint két ablak. Itt vannak lehetőségek, vagy lesznek döntések, melyik irányba tekint. Itt felül van a 4 levelű lóhere, és a szerencsét hoz. Tehát bízik abban, hogy itt lesznek megújulások, lesznek változások, megvan a gyógyító erő, és szerencse lesz. Egy szerencsés fordulat. A harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Itt látható ez a könyv. Ez a könyv utalhat a tudásra, utalhat továbbképzésre, de jelenti azt is, hogy nyitottabb lesz veled szemben, hiszen a múltban ez a könyv még be volt csukva, akkor jelentette még a zárkózottságot, és most nyitott arra, hogy beszéljen a tervekről, hogyan tovább. Közeledni fog hozzád. Lehet, hogy úgy mellék utakon, és úgy tesz, mintha ez a találkozás véletlen lenne. Az utolsó lap azt mutatja, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható ez a torony, ez sok mindent jelent, hogy kiépítetek valamit, megnagyobbítatok valamit, ez lehet egy nagyváros, tehát lehet egy kiruccanás is, vagy költözködés, és így lesz egy közös otthon, ami nagyobb, mint ami eddig volt, vagy egy nagyvárosban lesz ez a ház, vagy ez a lakás. Tehát erre is utalhat a torony. Amit a torony még jelent, hivatalos dolgok, amit rendezni kell, vagy egy bírósági ügy, lehet, hogy vállófélben van, és ez most lezárul, és akkor szabad arra, hogy kialakuljon kettőtök között egy kapcsolat, és ez itt kiépíthető. Amit a torony még jelenthet, félelmek, bizonytalanságok, amikor úgy fogva érzitek magatokat ebben a toronyban, de itt a szerencse, itt van a gyógyító erő, a nyitottság, tehát ezek a témák is lezárulnak. És ez volt
az általános jóslás, a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderán!